a népi kultúra őrzője. Gyerekkorától fontos volt számára különleges hobbija a népviseletek készítése. Kezemunkáját az ország számos pontján viselik a néptáncosok. Emellett szeret énekelni, tagja szülőfaluja asszonykórusának. Négyszeres nagymama. A mai ismeretlen ismerős Deák Mihályné Margit néni. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. A második világháború végén született Margit néni. Nehéz időkben. Mennyire határozta ez meg a gyerekkorát? Hát nagyon. Édesapám katona volt, és akkor elvitték a háborúba. Én akkor 2,5 hónapos voltam, de meg kell mondani, 7 hónapra születtem. 1,60 kg volt. És ez abban az időben aztán elég abban szép dolog volt, hogy életben maradt. Igen, hogy életben, jó Isten életben hagyott. Hát, mert terve volt, terve volt magával. Igen, és akkor édesanyám mondta, hogy mikor a háború volt, akkor a pincébe, a hurkamosó teknőbe voltam, mert olyan kicsi volt. Meg hát ugyan hely se volt, ott sokan voltak. És hát így, hát édesapám nem jött haza. Egyedül maradt az édesanyám. Egyedül maradtam, igen. Édesanyám 20 évesen özvegyen maradt, és így voltunk. De így azért mégsem voltak egyedül, mert hogy nagy családban. Igen, hát a szülői, anyunak a szülői házában, nagymama meg nagyapa, ők voltak, és akkor hát ott maradtunk, mert hát apa nélkül hova. És ő nem ment férhez, és akkor ott maradtunk. Úgyhogy anyu elment dolgozni, mert hát a hadiözvegyek kaptak munkát, Pesten a téglagyárba dolgozott, és én otthon voltam a mamaikkal. Hát így tengődtünk. És, a nagymamájának több gyereke is volt, nem csak az édesanyja, igen, igaz? Igen, hét gyermeke volt. Tehát igazi volt nagy neki, család volt. Igen. És akkor még a legfiatalabb fiú, a Laci bátyám, az 10 évvel volt öregebb én tőlem. Ő 34-es, én 44-es voltam. És hát mindenki most is úgy gondolják, hogy mint testvérek vagyunk, mert hát annyira összenőttünk ott a mamaiknál, és de hát nem, hát ő nagybátyám nekem. Úgyhogy mond csak ő van egyedül, mindenki meghalt, ő van az igazi egy nagybátyám. Manapság elég kevés embernek adatik meg, hogy ilyen nagy családban éljen. Mi volt jó abban, hogy ilyen sokan voltak? Hát minden. Uh-huh. Minden jó volt. Ott mindenki tudta, ki mit csinál, és összefogtunk, nem volt veszekedés soha. Meg jó volt, mert mindig, ha hazamentünk, volt otthon valaki, ebéd volt, vagy vacsora volt, vagy akármi, a mama mindig főzött. Szegény ugye mindig nagy család volt, nagy fazekakkal főzött. Mikor hazajöttek anyuék a TSZ-ből a lány testvéreivel, akkor ők vitték a kisebb fazékba haza a vacsorát a családnak, mert a mama főzött. Hát így éltünk. Ő nagyon sokat dolgozott, úgy nem jár dolgozni, de otthon a családdal sokat. Hát gondolom, hogy hát, volt is munka. Volt, igen, volt munka. És ő amellett, hogy dolgozott, meg a családot ellátta, volt egy különleges foglalkozása volt még. Neki volt. Hát nagyon szeretett várni, volt neki egy Zinger varrógépje, és megvette a ruhányagot, a fiúknak, ugye 4 fiú volt, 3 lány, és azoknak megvárta a nadrágot. Azért abban az időben nem voltam olyan sok pénz, hogy majd öltönyököt veszünk. És ő mindent megvárt a fiúknak akkor. Hát mikor nagyobbak, legények lettek már, akkor más volt, de még gyerekek voltak, ő várta meg. És akkor Margit néni kislányként ott állt a mama mellett, igen, és nézte, igen, hogy és akkor a nyírdalékokból én akkor, hát én is láttam a mama, hogy szabott várt, és csináltam. Pici ruhákat? Kicsi baba, hát volt egy babám, ugye, hát abban az időben nagy dolog volt az. És akkor annak vártam a babaruhát, de mindig bőszoknyát vártam én, mindig.
Nem véletlen. Mivel mába születtem, és akkor azt vártam, igen. Igen. Tehát akkor tulajdonképpen a mamájától tanultam meg. Tanultam. És akkor utána már megtanultam várni, hát először lopva ugye a varrógépen partűt eltörtem, de utána már ő is tanított engemet, hogy tanítja meg a varrást, és akkor utána már én is átvettem. De édesanyja is vart? Ő nem tudott várni. Ez érdekes. Nem volt hozzá a türelme. A rántoláson meg nagyon nagy türelme volt. Mi az a ráncolás, hogyha valaki nem tudná? Hát a szoknyát be kell ráncolni ilyen apró ráncra, és akkor az ilyen ráncos szoknya lesz belőle mindez. Tehát ez egy teljesen sima anyagot képzeljük sima el, anyagot, igen, és azt szépen föl kell szedegetni, és aztán begőzölni. Tűre kell, cérnára kell szedni, és akkor utána be van gőzölve, és az úgy áll. Uh-huh. És ehhez rengeteg türelem kell? Szerintem. Sok, és a varrógéphez nem volt neki türelme, nem. Érdekes, pedig azt könnyebbnek gondolná az ember a varrást. Könnyebb, és én vártam, hát anyu meg ráncolt. Ő ráncolt a ruhákat. És a mamánál is így volt? Tehát a mama vart? És a mama vart, és az anyu ráncolt. Még én akkor, mikor nem tudtam, akkor. Uh-huh. És mikor a mamája meghalt, akkor pedig Margit néni vette át a mikor varrást. A mama előtte is ma nő, uh-huh. akkor ha 85 éves volt, mikor meghalt, ő ma akkor nem várt. És akkor ma én akkor vettem új varrógépet, és akkor azon vártam. De akkor már nem csak a családnak? Hát akkor ma nem. Akkor ma nem csak a családnak, hanem hát, hogy mivel anyu ráncolt, és akkor mindig hozták a várnyival, szoknyának valót, blúzt is, kötényt is, kimit. És akkor mindig, mikor volt valamilyen, volt a fekete tűpettyes anyag, kartonanyag, vagy az NDK anyagok, akkor ugye mindenki vette. És akkor hozták ráncolni, várni. És így ment. Tehát akkor nem Margit néni szerzi be az anyagot, nem, hanem nem, hozzák. Mindenki maga beszerezte, és akkor úgy elhozták az anyagot, és akkor én megvartam, anyu meg ráncolta. Mennyi ideig tart mondjuk egy ilyen szoknya megvarrása és ráncolása, tehát elkészítése úgy komplett, mint ami most önön van? Hát megvárni mondjuk egy óra hosszalat meg lehet várni, de ráncolni már tovább tart. Mennyi mégis? Hát egy jó fél nap. Akkor van vele munka. Igen, igen. Hát ha mintára kell tenni nagyon apró a ránc, akkor igen, elég körülményes. Sok tovább tart. Kiknek szokott várni? Hát várni az asszonkórusba is, Kartali asszonkórusnak is, a tagjainak. Aztán a nyugdíjas klubba, vagyis azoknak az asszonyoknak is. Aztán, hát meg aki más faluba is, ha hoztak, akkor azt is megcsináltam. Uh-huh. Mégis onnan, mert úgy tudom, hogy több helyről is az országban. Több helyről, Gálgamentéről, Bagról is, Györkről, Hévédről is. Aztán Ikladról is, aztán Rimócról. Utána azelőtt meg volt Kalocsáról. Oda is egy tánccsoportnak, még én akkor fiatal asszony voltam, mikor elhozták méterbe az anyagot, és akkor a méretet megadták, és megcsináltuk. És akkor jöttek a kész ruhai. De csak Galgamenti népviseletet var? Nem. És a többi népviseletet azt ismeri, vagy hát megmutatják, hogy ilyet szeretnék? Megmutatják, hogy mit szeretnének. Aha. Például a nagytartsaiak, azok megint másképp, más viseletjük van. Hát hoznak hozzá egyet is, én ahhoz megcsinálom. Uh-huh. Igen. Vagy a rimóci, az is más. Igen, ez nagyon különleges. Az is különleges, igen, igen. Na, ha már itt tartunk a népviseleteknél, akkor el tudná nekünk mondani, Margit néni, hogy a Galgamenti, hát ugye itt élünk a Galgamentén, a Galgamenti népviselet az hogyan néz ki, mikből áll? Hát a lányoknak azelőtt ugye nekünk volt a fehér szoknya, hát az volt a lányoknak. A vasalt szoknya apróra be volt ráncolva az alja, és akkor volt a posztó szoknya, az ugye templomba való volt. A ilyen kartonszoknyák, ezek hát ebbe a balba elmentünk, vagy hát vasárnap délután, ha mentünk a barátnőkkel valahova,
akkor ilyen ruhát vettünk magunkra. Meg hétköznap is? Vagy hétköznap? Hétköznap mit? Inkább olyan kicsit roncos, kicsit nem olyan olyasmit. Ami ugye nem volt annyira szépen nem elkészítve. Volt annyira, igen. Hát már törődöttebb volt, vagy valami, akkor olyan helyre olyat vettünk. És akkor hát a templomba ugye az meghatározó volt, hogy oda mit vettünk. Az ünnephez. Az ünnephez, igen. Idősebbek is, a fiatalabbak is mást vettek. A Barson Blues az állandó jelleggel az ünnepélyes, a Barson Blues. És akkor volt, mikor ahhoz szatinkendőt köttünk a nyakunkra, posztószoknya, akkor színes szatinkendő, a lányok, vagy ha ma asszony voltam, akkor ahhoz százvirágú kendőt köttünk a fejünkre. Uh-huh. És akkor hordtuk a rojtos kendőt, azt is. Akkor a fehér vasalt kendőt, azt a Delin Blueshoz szoktuk fölvenni, a nagymisére, mert hát arra jártunk, ugye az arra való. Az milyen ez a blues? Még egyszer, mert... A Delin Blues és uh-huh. Csíkos. Csíkos. Uh-huh. Csíkos. Az volt, hát a galga mentén ez volt. Uh-huh. És akkor ahhoz a fehér nyakra, vasalt nyakra való kendőt köttük föl. És akkor úrnapján, ugye akkor meleg van, akkor fehér vasalt kendőt köttünk a fejünkre. Akkor az volt, úgy kellett menni. És akkor húsvétkor, karácsonykor, hát a kék posztó szoknya az mindig első szoknya volt. Hát így. Hány posztó szoknya vagy szoknya volt mondjuk egy átlagos lánynak a ruhatárában? Hát minden színű. Uh-huh. Minden szín. És akkor hát a fekete posztó van, a cifravirágú, zöldvirágú, kékvirágú, lilavirágú, csíkosak, mindenféle fajta. Úgyhogy hát idősebb korban ma ilyeket hordanak. Igen. És akkor Margit néni is azért még az ünnepekhez úgy öltözik be, ahogy kell, ahogy illik. Igen. Most ez a viselet, amit most önön van, ez micsoda? Ez milyen hétköznapi viselet? Hát ez, ha mondjuk hétköznap megyünk valahova olyan ünnepélyesebb helyre, akkor rancos szoknyába megyünk. Uh-huh. Igen. Uh-huh. De a templomba is, ha este megyek, nem megyek a nagymisére, mondjuk most már nincsen, reggel 8 órakor van a mise, de azelőtt 10-kor volt a nagymise. És akkor, hát akkor úgy öltöztünk. Uh-huh. De ha este megyek, akkor is én mindig rancos szoknyába megyek, mindig. Hát a templomba az való, az. Az Isten hazába kell a legszebb ruhát fölvenni. Tudom, meg kell adni a módját. Így van. Sokan járnak még kartalon népviseletben? Hát a idősebbek, fiatalok már nem. És akkor, mikor ha minden hónap első vasárnapján volt az oltárkerülés, most már ugye az sem nincs, akkor mindig akkor úgy öltöztünk. Az első vasárnap az mindig vagy szatinkendő, vagy rojtos kendő, vagy nyakra való fehér kendő, akkor mindig olyan Barson Blues, az mindig. Idősebb asszonyoknál akkor nem százvirágú kendőt köttek, vagy akkor kötték a sejem kendőt, aminek csak koszorú van a szélén, meg a Barson kendőt, annak is csak széle van, koszorúja van, hát azt ugye így várják bele kézzel, kinek milyen cifra szélű, kék szélű, zöld szélű, milyen van, és akkor a korhoz megfelelően úgy öltözködtek. És Margit néni csak szoknyákat var? Blúzt is varnak, proszlikot és félinget is, mindent, meg férfi népviseleti inget is varrok. Most herédre vártam többet. Hát a táncosoknak oda is. Hímez is bele? Tehát, vagy nem, úgy hozzák az anyagot? Ott hogy... úgy van, hogy nem hímezni, hanem ilyen csipke anyagot kell belevárni, mert ő feléjek az úgy divat. És akkor minden tájnak ugye más, minden falunak másképp. De hogyha valamelyik ruhában mondjuk adott népviselet, vagy adott tájegység ruhájába kell hímezni, akkor hímez? Hímezni nem. Nem. Nem uh-huh. hímezek. Mondjuk posztószoknyába vártam virágot. Uh-huh. Azt már én magamnak megcsináltam. Uh-huh. De az is nagy munka. Nagy munka, de így barsonyblúzba, vagy valamiben így nem szoktam én, nem. Uh-huh. Azt nem. Azt elhozzuk Györkre, meg kivarjak.
Igen. Uh-huh. Ahhoz megint más szakember. Más, igen, más. Uh-huh. Hát ki mit tanul, azt csinálja. Igen. És van valaki, akinek tovább tudja adni ezt a mesterséget? Hát nem hiszem. Hát ez azért elég szomorú, hogy talán ki szomorú. Nagy tárcsáról hordják a szoknyákat, most is van ott kettő ráncolni, és azt mondja az egyik asszony, hogy jaj, nekünk blúzt kéne várni, mert a faluban már nincs, aki megvárja a blúzt. Ezt a blúzt. De ugye ő náluk másfajta divat van, és hát azt mondja, hogy nem várná még. Hát mondom, ha hoz hozzá egy blúzt, hogy mit kell vele csinálni, akkor megcsinálom. Nincs a faluba várónő. Aki ilyesnek kell foglalkozni. Hát majd lassan oda jutunk, igen. Igen. Kartalom, van még aki vár? Van, még vannak, akik maguknak megcsinálják a ruhákat. Vannak. Hát már most annyira nem kell, mert a fiataloknak már nem kell esetleg, ha benne vannak a csoportban. Néptáncosoknak, igen. Igen, vagy a kórusokban, mert ugye van a Ne Felejts Együttes, abban is vannak asszonyok, azok is akkor a Olgi néni csoportja, a nyugdíjasok, meg hát a milyen kis, az asszonykórusé. Hát. Na, ha már említette az asszonykórust, ugye köztudott, hogy tagja az asszonykórusnak. Igen. Mióta? Mikor lépett be? Hát 92-től vagyok a tagja asszonykórusnak. Akkor Mackó Mária volt a vezető. És akkor hát becsöppentem. Ősszel az volt az első szereplésem, hogy mentünk Székelyudvarhelyre, Romániába. Ott szerepeltem legelőször, ott voltunk egy pár nap, és akkor ott ugye jártuk a falukat erre-arra, és akkor mentünk Csíksomjóra, egy Buda Ilonkával, akkor ő is jött, az ő csoportja is, mert ugye őnek is van egy ilyen énektagozatos osztálya volt akkor, és akkor a Sejem gombolyítóból ott sokat szerepeltünk, és akkor elmentünk Székelyudvarhelyre, oda többször is, több alkalommal is voltunk ott. Ők is voltak itt nálunk szerepelni, úgyhogy jó össze ismerkedtünk. Itt aludtak ők, így házaknál, meg mink is házaknál aludtunk. Igen. A Margit néni szeretett mindig is énekelni? Szerette. A gyerekkorában is? Igen. Akkor nem volt tagja a tánccsoportnak, vagy nem tudom, hogy Kartalon működött-e ilyesmi, vagy akkor, valami? Hát azelőtt volt a Röpőpalva, azok a TS asszonyokból alakultak, és akkor utána az megszűnt, és akkor utána 90 vagy 82-ben alakult ez az asszonkórus, amiben most én vagyok. Most jövőre 30 évesek leszünk, hát én meg 20 éves leszek. Hát az is már szép kor. Szép kor, igen, az asszonykórusban. Merre szoktak még járni az asszonykórussal? Hát nagyon sok helyre, külföldön is, itt országon belül is. Külföldön voltunk Olaszországban többször, aztán Szlovákiában, Dunaszerdahelyen voltunk, Padányban, aztán hát sok helyen voltunk. És hány tagja van a kórusnak? Görögországban. Hát 14-en vagyunk. Uh-huh. Hát ugye mindig fogy ki belőle valaki. És nincs utánpótlás? Hát nem nagyon. Nem nagyon akarnak. Költséges, azt mondja. Költséges? Igen. Mármint? Hát a ruha, minden költséges. Uh-huh. Okay. Miket énekelnek? Milyen dalokat? Hát Galgamentit jobbadan, azt énekeljük. De hát Margó adé tanít velünk ilyet, olyat mindig, de megtanuljuk, és akkor... Igen, mert most már nem Mackó Mária, ugye, nem, a vezető. Igen. 97-ben akkor Mackó Marika elment, és akkor Walterné Margó lett a vezetőnk, azóta ő 14 éve. Hát ővele is azért sok helyre elmentünk, külföldre. És milyen ruhákban vannak, hogy ugye azt mondja, hogy költséges, mindig más féle mindig, viselet? Persze, igen? Mindig más. Hát igen, a fehér nyakra való kendő, azt is hordjuk mink szereplésre.
akkor a szaténkendőt is hordjuk, a barsomblúzt is, meg hataposztó szoknya, mert úgy van, hogy mindenkinek van kettő-három, nem csak egy. És akkor, ha azt megveszi, akkor az elég költséges. Igen. Mennyi idős a legfiatalabb tagjuk, és mennyi a legidősebb, mondjuk? Hát a legidősebb tagunk 80 éves. Az 80 éves, a legfiatalabb, hát az olyan 58 éves lehet, 58, a legfiatalabb. Hát akkor hajrá az utánpótlás. Hát jó lenne, de hát nincs, sajnos nem jönnek, nem. Milyen alkalmanként szoktak találkozni? Próbálkozni? Minden héten hétfőn találkozunk, akkor van a próba 5 órakor, és akkor 8 óraig vagyunk, akkor hát próbálunk, beszélgetünk, hát szeretünk így együtt lenni. Egyébként is szoktak találkozni próbákon, meg fellépéseken kívül is? Hát nem, igen, úgy nem szoktunk összejárni, nem, vagy ha templomba találkozunk vasárnap akkor. Hát illetve van minden évben egy alkalom, farsangi bál, igaz? Igen, a farsangi bált, azt minden évben megrendezzük, és akkor ott mulatunk. Hát szeretünk együtt lenni. Mikor szerepelünk, pláne mikor valami díjat érünk el, vagy aranypalvat, meg aranyat mindig, azt még kisebbet nem kaptunk az aranytól, akkor hát ugye öröm, akkor örülünk, és akkor hazafelé mindig a nagy danolás a buszon, örömbe, és hát szeretünk az én nagy öröm. Milyen díjaik vannak a már? Hát van 4 aranypalvánk, akkor aranypalva nagy díjunk is van 2. A Pest megyéért érmet elnyertük. Emilyen nagy díjaink is vannak, hát sok, nem is tudom el se sorolni, egy egész lista. Hála Istennek van. Igen, ez nagyon szép eredmények ezek. Hát igen. És Margit néni a családjában van olyan, aki ugyanígy mondjuk énekel, vagy táncol a hagyományokkal, a népi kultúrával foglalkozik? Családban van 2 lányunoka. Két fiúnoka az nem, azok nem akarnak ilyen, de a 2 lányunoka az igen. Most az egyik 22 éves, a kisebb meg 12 éves. És a nagyobbik, igen, a nagyobbik unokám az 5 éves korától járt. Még akkor ugye nem volt iskolás, csak hallás után tanultam nótákat. Aztán... Néptáncolni járt ő? Vagy hát volt ilyen, amit a Margó tanította a lányokkal, hogy táncoltak és énekeltek is. És akkor hát utána ő már ugye elment iskolába, aztán onnan szétmentek a lányok, magára maradt. Akkor hát bejött közénk az asszonkól, az öreg asszonyok közé. És akkor, de szeretett oda járni. Szeretett velünk jönni. Ő nem jár diszkóba, erre, arra, sehova, ő jött inkább velünk. Szeretett utazni, szerepelni, és akkor, hát most már ő nem jár, mert hát ugye egyetemre jár, most nem lehet neki. Sokat kell tanulni, de most a kisebb, az is pici korától járt, hát voltak a mini csoport a Margónak, és akkor utána meg, hát most lettek mána. Nagyobbak, mert hát azért csak cseperednek, nőnek ezek a gyerekek, és hát mostan ők is táncolnak. De hát nincsen csak egy fiú. Egy fiú van az összes között. Hát igen. Hát sajnos nincs, nem jönnek a gyerekek, nem. Pedig milyen szépek. Az unokái ruháit is Margit néni varja, én, gondolom. Én. Meg is van, a nagyobb lánynak is megvan minden ruhája. De mikor mondom neki, hogy Brigi, hát még, mondta, te nem jössz, nem, mama, el nem adhatod a ruhámat. Nem is akarom neki, megmarad emléke, majd lesz vele valami. Nagy becsben tartok akkor ezek szerint. Hát igen, azért sok szép ruha, sok szép. Minden színű posztó szoknyája van neki. Szép. Milyen érzés az, hogy tudja azt Margit néni, hogy az országban több helyen is az ön ruháiban táncolnak a néptáncosok? Ez azért olyan jó dolog. Hát igen, jó dolog. Mikor, hát az is nem régen volt, Kalocsai lánynak kellett
Mert Gargamenti táncoltak, ugye, hát valahonnan lelesték, vagy tévén fölvették, mit tudom én, és akkor Gargamenti posztószoknya kellett nekik. De Kalocsáról, bocsánat, Kalocsáról hogy kerültek ide Kartalra? Pont hát, Margit nénihez. Hát oda kerültek, mert egy barátnőm, az anyja, a lánynak az anyjával együtt volt a kórházba. És akkor ugye Gargamente beszélgettek, és aztán, mikor a lány is belekerült a csoportba, hát a Gargamenti táncot táncoltak, de nem volt ruha. És akkor ide szóltak telefonon neki, hogy hát ennyi posztószoknya kéne, meg ez, meg az. És akkor eljött a Böske hozzám, hogy Margit, hát valahogy szerezzünk már nekik posztószoknyát. Na jó van, hát sikerült is. Eljött a kislány a szüleivel, és akkor hát öltöztessem már be, hogy lássák, hogy milyen a Gargamenti. Hát látták a tévében, de hát mégis, hogy milyen. És akkor a Briginek, a nagyobb lánynak a ruhájába beöltöztettem, és az édesapja fölvette videóra. És a lány az olyan boldog volt, hogy ő hát ebben a ruhába fölött, nagyon tetszett neki. És akkor, na volt is 5 posztószoknya, azt elvitték, mert a többi lányoknak is vettek. És akkor utána meglátta, hogy van ott lagosszarú csizma is, 2 pár, mert ha valaki gondolja, hogy ha kicsi vagy nem kell már én nekem, akkor elhozzák, mert én hozzám többen járnak, ugye varratni, ráncoltatni, és akkor, hogy hát, ha valaki megveszi. És a kislány meglátta a lagosszarú csizmát, azt mondja, hogy ez eladó. Mondom, igen. Hát ő látta a Gargamenti, a bagi lányoknak, hogy van ilyen csizma. Hát ő, ha megnézi, ha jó, akkor megveszik. Hát meg is vették. Nagyon boldog volt az ajánl, nagyon. Hát én is örültem neki, mert hát azért a fiatalok most már azért nem nagyon akarnak is. Hát ő neki tetszett. Igen, és jó látni, hogy van, van akinek viszont igen. És akkor édesapja fölvette videóra, és azt mondta, hogy hát posztószoknya, ugye azt ők nem tudnak olyat csinálni, de a többi alsószoknyát, mindent, félinget meglátta, a kruszlikot, ők azt meg tudják csinálni, de hát majd így a videóról meg mindent megnéztek. Uh-huh. Igen. Egyébként drága a népviselet, ugye? Hát drága. Mennyibe kerül mondjuk egy szoknya? Egy posztószoknya? Egy posztószoknya. Hát 20 000 minimum. Igen, hát akkor valóban költséges beruházás. Van, aki még többet is kér ért. Uh-huh. 15-20 000, hát van, aki 25-öt is kimint. Uh-huh. Mennyit? Uh-huh. Mennyire értékeli a saját ruhájat? De a posztószoknya a legdrágább része a viseletnek? Igen. Az anyag miatt, vagy a... Az anyag és a virág miatt, mert az én munkaigényes. Hát azelőtt nem volt ez ilyen drága, de most egyre jobban kifogy a falukból a posztószoknya. Mert elviszik ezek a táncosok, hát öregszenek az asszonyok, ugye ezek eladják a cifrát, és akkor így kifogy. És akkor drágább. Igen, mert kevesebb. Mert azelőtt bagon szőtték a posztó az anyagot. És akkor abba belevarrattuk, vagy én is vartam a virágot bele, de most már ott nem szűrik. És akkor honnan lehet hozzájutni? Sehonnan, így készül a régieket most már. Nem lehet most már újonnan posztot? Nem. Hát akkor én nem is csodálom, hogy ekkor az ára. Igen, azért drága. És a ruha többi része, tehát mondjuk az ing? Hát a félinget az gyorsból meg lehet csinálni. Uh-huh. Azért jó is, mert lehet fehéríteni mindent azzal. Az nem. És a kendők? Hát a kendők, a fejre való kendők. Igen, fejre való. A fejre való, hát az nálunk a delinkendő, ez a fajta. Ez delinkendő, ez nálunk. Ezt miért hívják delinnek? Hát van, ahol a turán mondjuk ternónak hívják, van, ahol szövetnek hívják, minden tájnál más, uh-huh. másképp hívják. Uh-huh. De hát mindenkendőnek hívjuk. Uh-huh. Hát nyáron eztet szoktuk fölkötni a fejünkre. Mert ez vékonyabb anyag. Ez vékonyabb. És télen brüskendőt hordunk, uh-huh. vagy barsonkendőt, vagy posztókendőt. Uh-huh. Az is fekete posztó, és akkor virágos a széle. És ezeket lehet újonnan? Hát nem, újonnan nem. Ezt is, minden ugye? Minden már régi. Uh-huh.
Ma a brüskendőt, azelőtt arultak a vasáron, de most már nincs. Az sincs. Nincs. Akkor újonnan lehetett venni. Még mikor én fiatalasszony voltam, akkor lehetett, de mióta onnan. Uh-huh. És a kötények? Hát a kötény az, hát igen, ez liszter kötény. Uh-huh. Valahol úgy hívják, hogy ugrós kötény, valahol, hát minden faluban másképp mondják, ez liszter kötény. Ez régi, régi, régi. Ez is régi. Régi. Uh-huh. Én nagyon szeretem a régi dolgokat. Ez mondjuk, ez Jersey, de hát ez. De a régi ruhák azok a szépek. Hát igen, és azért az is elárul. Értékesek. Igen, értékesek. Az is elárul valamit róla, hogy már 30, 40, 50, 60, 70 évesek, és még semmi bajuk. Igen. Uh-huh. Hát így. Igen. Csodaszépek. Azt szerettem volna még megtudni, hogy ugye, mivel hogy ezzel foglalkozik a népviseletekkel, a népi kultúrával, igen, a népdalokkal, miért tartja fontosnak Margit néni azt, hogy ápoljuk a népi kultúránkat? Hát szeretnénk továbbadni a fiataloknak, mert ez egy érték. Mert hát igen, ez a kultúra része, de nem akarnak, legalábbis kártalan nem. Nem tudom mi, fiúk egyáltalán nincsenek, pedig Kartalon annyi gyerek van, és nem akarnak jönni, nem. Pedig úgy szeretném megérni, nem tudom megérni, hogy a kartali színpadon is lennének táncosak, fiúk, lányok, mert én a Galga mentén, mikor látom a tévében, olyan gyönyörűek. Ó, hát az ember örül a szíve, lelke, mikor meglássa azt a sok szép fehér szoknyát, a posztó szoknyát, ezek a lányok, hogy táncolnak a fiúkkal, és akkor ugye kifáradva meg minden, mert amikor lihegnek szegények a tánc után, de megkapják a nagy tapsot meg mindent, hogy milyen öröm az. De hát... Margit néni táncolt annak idején? Hát gondolom a férjével, hogy... Igen, az iskolában is, mikor én iskolába jártam, akkor volt tánccsoportunk. Aztán Újmajorban, amikor jártam dolgozni, akkor ott is volt, kartali lányok voltunk ott a kertészetben, ott is táncoltunk ilyen ünnepség, április 4-én, meg mit tudom. Meg mikor a Lagziba voltunk, ugye a férjem sokáig vőfényeskedett. És akkor hát a rokonoknál mentünk a Lagziba, ő vőfény volt, akkor hát azért... Ha ővel ritkán is táncoltam, uh-huh, mert nem ért rá, de azért így azért a rokonságban sokat. Hát szerettem táncolni, mulatni, uh-huh, de most már lejár. Hát azért még nem tartunk. Hát azért, mikor már az embernek férje nincsen, édesanyám is meghalt, úgyhogy. Uh-huh. Hát igen, az élet megy tovább, de hát ez. Uh-huh. Hát azt kívánom, Margit néni, hogy varjon ruhát a kartali néptánc csoportnak, az egésznek, és lássa őket fönn a színpadon. Szeretném megérni, nagyon szeretném megérni, de hát nem tudom, nem hiszem, nem akarnak ezek a fiatalok, nem akarnak. Majd csak reménykedünk. Reménykedjünk. Reménykedjünk, igen. Azt lehet reménykedni. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt jártnál. Én is köszönöm, hogy itt lehettem. És köszönöm Önöknek is a megtisztelő figyelmet, várom Önöket legközelebb is. Viszontlátásra!